Tehát sokan kérdezik, hogy miért adtam el a céget, amikor nagyon sikeres volt, és még nagyon sokáig tudott nőni. Hát az amerikai vállalkozási kultúrában ez természetes, Európában még ez nem annyira természetes, hogy nem ugyanaz az ember jó egy cég elindítására, mint aki egy nagy cég vezetésére jó. Szóval ezt én kénytelen voltam magamon és látni és érezni, amikor a cég már 300 emberből állt, és több mint 30 millió euró bevétele volt, akkor ma akkorára nőtt, és akkorára nőtt a tehetetlensége, hogy az a vezetési stílus, amit én tudtam megcsinálni, az már nem illett a céghez. Tehát ott már sokkal több türelem kell. Egy nagy cég az olyan, mint egy kis céghez hasonlítva, olyan, mint egy hatalmas szupertanker egy kis motorcsónakhoz. Egy kis motorcsónak vezeted, látod, hogy jön egy hegy, eltekered a kormányt, semmi baj. Egy szupertankerrel, amikor látod, hogy jön egy hegy, akkor már rég késő. Az akkor már, ha megpróbálod gyorsan eltekerni a kormányt, akkor el fog törni. Az nem megy. Ott meg kell tervezni az utat előre, csökkenteni kell a kockázatokat. Nagy cégnél nem lehet kockázatot vállalni, mert sokkal egy nagy cég sokat tud veszteni és keveset tud nyerni. Kis cég pont fordítva van. Lehet, sőt, szabad kockázatot vállalni, mert nagyot lehet nyerni és keveset veszteni. Tehát, és ez adottság. Tehát azok, akik nagyon jók kis cég vezetésében, azok bírják a kockázatot, gyorsan tudnak dönteni, ösztöneikre tudnak hallgatni, és ez így nagyon sikeres tud lenni. Nagy cégnél ez nem működik. Türelem kell, általában a jó vállalkozók nagyon türelmetlenek, ez ott nem baj, nagy cégnek türelem kell, mert egy nagy cégnek nagy a tehetetlensége, nagyon lassan megy át egy döntés, ezerszer kell megrágni, erre való a politikában úgy mondják, hogy fékek és ellensúlyok rendszere, cégnél ezt úgy hívják, hogy független igazgatóság, ami nem hagyja a döntéseket azonnal végrehajtani, ezer oldalról megkérdezik, erre gondoltál, arra gondolál, eljátszák az ördög ügyvédjét. Mindent sokkal jobban meg kell fontolni, és mindent sokkal jobban úgy kell csinálni, mint ahogy mások csinálják hasonló cégeknél. Ugyanis ezt értik az emberek. Ha mindent másképp csinálok, ami egy kis cégnél előny, nem fogják érteni. Nagyon sokáig tart, amíg egy ilyen hatalmas szervezet megérti, hogy én miért akarok másképp csinálni valamit, mint azt szokták. Nagy cégnél bizony úgy kell csinálni, hogy mások is szokták, csak egy kicsit jobban.